Szolidaritás Magyarországért mozgalom Borsod megyei országgyűlési képviselőjelöltje. Pap Ferenc szerint nem elegendő, hogy a botrányba keveredett városvezető lemondotta a polgármesteri tisztségéről. Az ISZOM azt is követeli, hogy semmilyen közéleti pozíciót ne töltessen be a jövőben. Farkas Péter Barnabás azután mondott le, hogy több fénykép tanúsága szerint náci karlendítést mutatott be egy lengyelországi múzeum holokauszt tárlata előtt. Ezt a meg nem engedhető mentalitást, amelyet tipikusan egyfajta speciális karlendítés tökéletesen azonosít, mélységesen elítéljük, mivel mások bántását hivatott üzenni. Felháborítónak tartom ezen kívül, hogy ugyanaz alpolgármesteri státuszról lemondott helyi képviselői mandátumát megtartotta, amivel még mindig vélemény formáló pozícióba maradt. Ha ez nem lett volna elég, még fokozta azzal a problémát, hogy a múzeum vezetőjét, aki mellesleg kiválóan végezte munkáját, simán kikönyökölt állásából, mivel egyelőbb így megtehette.